Kedves kollégák, a bevezető után elérkeztünk a fizika történeti előadássorozatunk első konkrétabb részéhez, ami meglepő módon az ókori matematika címet viseli. Hát mi köze van a fizika történetnek a matematika történetéhez? Hát nagyon sok. A természet leírásának legeredményesebb kódolása ugyanis a matematika, legalábbis, hogyha az ilyen élettelen természeti dolgokat, mint amivel a fizika foglalkozik, tekintjük. Ezen belül a számolás, algebra, analízis, illetve a geometria, hagyományos és koordináta geometria egyaránt fontos szerepet játszik a fizikai elméleteknek a leírásában. Ugye vannak ilyen közmondásszerű szövegek is, hogy mi kell a fizikához, matematika, matematika és matematika. Nyilván ez a mi kell a háborúhoz, pénz, pénz és pénznek az átírása, de vannak komoly mondások is a témában, például Galileo Galilei mondta azt, hogy a természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott. És maga Galilei nagyon sokat tett azért, hogy fizikai folyamatok, például mechanikai folyamatok matematikailag legyenek leírhatók. Tanulni fogunk róla a fél év során. Vagy egy modern, tehát egy 20. századi tudósról, Richard Feynmantól hozva egy idézetet, ő azt mondta, azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézséget okoz keresztül jutni a szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez. Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, akkor ahhoz szükség van arra, hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád. Hát ez kicsit bőbeszédűbb kifejtése annak, hogy a természet nagykönyve a matematika nyelvén íródott ennek a Galileitől származó idézetnek. És hát tényleg erről van szó, és ez fantasztikus. Olyan értelemben is, amit itt emleget Feynman, hogy ez a szépség megértése is hozzásegít. A matematika nem csak egy eszköz, hanem azoknak, akik megtanulják kezelni, azoknak egy teljesen más dimenziója a szépség érzésnek, mint amit mondjuk a művészet tud adni. Nos, a fizika történetre visszatérve meg kell említeni, hogy itt természetesen matematika történetből csak válogatva a fizika szempontjából fontos részeket fogjuk kiemelni. Egy külön tantárgyba persze érdekes lehetne matematika történetről is tanulni. És az első téma, amit elkezdünk tárgyalni, ténylegesen az a számfogalomnak a kialakulása. Erről emlékeztető a fizika kultúrtörténetének az itt felsorolt fejezeteiben olvashatunk részletesen, tehát aki többet akar erről tudni, azoknak ajánlom, hogy nézze meg ezeket a fejezeteket. Nos, mik az alapvető számtípusok? Hát a természetes számok, amik természetesek, hát azért is ez a nevük. Hát miért természetesek? Mert csoportok megszámlálásával jutunk el ehhez. Ott 8 birka van, itt 10 000 katona, vagy 30 ezüstpénz, ezek mind-mind ismerősek lehetnek, hogy ilyen fogalmakat a legősibb emberek, biztosak vagyunk benne, hogy az ősember is számolt, hogy esetleg 10 000-ig nem is, de mondjuk, hogy ott van, mit tudom én, 3 kecske, azt egészen biztos, hogy az ősember is megszámolta. Tehát a természetes számok egyszerűen csoportok megszámlálásából adódnak. A racionális számok, azok könnyen eredeztethetők a természetesből, osztozkodási problémák generálják, hogy használni kell tört alakban egész számok hányadosaként előforduló számok fogalmat. Például van 5 elejtett nyúl, és 12 ember közt kellene egyenletesen szétosztani, akkor hány nyúl jut egy emberre? 5/12. Na jó, hát ez persze nagyon egyszerűsítés, mert nyilván az az ember, az akkori emberek nem 12 nyulakba gondolkoztak, hanem melyik a finom része, a combja vagy valamilyen, de mutatja a gondolatot, hogy osztozkodási problémák vezethetnek racionális számok kezelésére. Eredetük ködbevész. A görögök nagyon szerették őt és használták, de lényegében minden ókori nagy kultúra
valamilyen formában ismerte a racionális számokat. Egy fontos elnevezés, ami tükrözi az ókori görögök gondolkozását. Ma racionális számoknak nevezünk, amely egy latin eredetű szó, kb. Az értelmesnek fordítható magyarra, görögül inkább logosz számoknak, logikus számoknak kellene nevezni őket, ezt tartották értelmes számoknak. Mert voltak értelmetlen, a logosz irracionális számok is? Igen. Az irracionális számok létét a görög pitagóreusok fedezték fel, és ez egy nagyon fontos esemény volt a matematika történetében, ami aztán a fizikára is kihatott. De mielőtt az irracionális számokról beszélnék, egy kicsit beszélni kell a pitagóreusokról általában. Nos, hát kik azok a pitagóreusok? Hát Pitagórasz követői. Ugye Pitagórasz néha így, néha ával írják át magyarra, vagy Pythagórasznak is írják, ugye nem felelnek meg az ókori görög hangok egy az egyben a mai magyar hangoknak, én Pitagórasznak fogom nevezni. Valamikor az időszámításunk előtti 6. században élt, sok minden bizonytalan az élete kapcsán, egyes szélsőségesek szerint nem is élt Pitagórasz, hanem csak egy legendás alak, amivel több embernek a cselekedeteit sűrítették, én ezt azért túlzásnak tartom, fogadjuk el, hogy volt egy nagy görög filozófus az időszámításunk előtt 6. században, aki alapított egy filozófiai iskolát, és ez sok-sok évszázadig az általa alapított iskola működött. Inkább évezredes távlatig működött, tehát az időszámításunk kezdete utánig is még működött az által alapított iskola. Ők a pitagóreusok. A pitagóreusok egyik alapelve a dolgok lényege a szám. Mindenben a számszerűséget keresték, és ez szerencsés körülmény a fizikához, ezért is említjük őket itt a fizika történet kurzusban. Matematikában nagyon sok mindennel foglalkoztak, például a számok oszthatósági tulajdonságainak a vizsgálatával, rengeteg eredmény a prim számok, osztók száma, amit ma is használunk, a pitagóreusoktól származik, vagy ők szedték össze másoktól, és szintetizálták, rendezték egy rendszerbe. Aztán a számok geometriai jelentésének tanulmányozása, például ilyen fogalom, hogy négyzetszám, ez tőlük származik, mindjárt kitérünk rá részletesen. Geometriai alakzatok kategorizálása, a szabályos testeket nagyon szerették, és egyéb geometriai eredményeket is értek el a pitagóreusok, például a Pitagórasz tételt, mint a leghíresebbet. Meg még sok minden mással is foglalkoztak. Nézzünk a sok minden foglalkozási témából néhányat. Például neki köszönhetjük a zeneelmélet alapjait. Egy középkori ábrázolásban Pitagórasz itt nem cimbalmozik, hanem tudományos kísérletet végez, kifeszített húrokra, különböző nagyságú súlyokat aggatott, itt vannak ezeklen, és a súlyok függvényébe figyelte az általuk kiadott hangot, és azt figyelték, hogy mikor lesz harmonikus ezeknek a hangja. Meg ugyanezt a kísérletet különböző húrhosszakkal és azonos feszítettséggel is elvégezték. Az alapozó fizika kurzusban tanulunk is a húron való terjedési sebességről és a húroknak az alapfrekvenciájáról. Nos, hát ezt nem értették ennyire részleteiben a pitagóreusok, de a zeneelmélet alapjait ők fektették le, észrevették, hogy azonos anyagú és azonos feszítettségi húrok akkor hangoznak egyszerre megpengetve harmonikus összhangzásban, hogyha kis számlálójú és nevezői racionális számok fejezik ki a húrhossz arányt. És ezek a fogalmak, mint oktáv, ami mai szavakkal 1/2 frekvencia aránynak, vagy kvint, ami 2/3 frekvencia aránynak felel meg, ezek mind-mind a pitagóreusoktól származnak ezek. És tulajdonképpen ebben igazuk is volt. Ma már értjük a biofizikai okát, hogy miért ezeket tartja az emberi fül kellemes összhangzásnak, de maga a felfedezés az helyes volt,
és megerősítette a pitagóreusokat, hogy a számok állnak mindennek a hátterébe, például a zenei összhangzat hátterében a racionális számok állnak. Említettem, hogy szerették a szabályos testeket a pitagóreusok. A pitagóreusok előtt ősidők óta ismert volt az itt bekeretezett négy szabályos test. A tetraéder, a kocka, az oktaéder és az ikozaéder. Szabályos test, tehát minden oldala egybevágó szabályos sokszög, és ilyenből kirakott ilyen konvex testek. Ezt az ókori görög gondolkozásban megfeleltették a négy alapelemnek. Láthatjuk, hogy például a tetraédert a tűznek, vagy a kockát a földnek feleltették meg. De aztán a pitagóreusok fölfedeztek egy ötödik szabályos testet, a dodekaédert, ami 12 darab szabályos ötszög lap határolta. Ebből arra következtettek, hogy ezek szerint valami új alapelem is létezik, a föld, víz, levegőn, tűzön kívül. Ezt valami misztikus, kozmoszt átjáró alapelemnek, amit néha éternek fordítanak, nevezték el, és úgy gondolták, hogy az égi szférák közét, tehát a csillagok és a bolygók között ilyen anyag található, vagy maguk a csillagok épülnek föl ebből az ötödik elemből. Ezt az ötödik szabályos testnek a létét sokáig titokként kezelték. Emlékezünk, mondtam a bevezetőben, hogy néha az ilyen titkok akadályozzák a mai napig is, hogy megtudjuk, hogy az ókori emberek mit tudtak. Ez történetesen kiderült, hogy ismerték a dodekaédert. Hát egy érdekes dolog, hogy ez a négy alapelem, meg az ötödik titokzatos alapelem, ez a 21. századig is él a kultúrába. Gondoljunk például arra a skifi vígjátékra, az ötödik elem nevű vígjátékra, és ott is tulajdonképpen innen ered ez a gondolat, hogy az ötödik elem az valami nagyon-nagyon különleges és titokzatos dolog. Aztán még a pitagóreusok és a szimmetrikus testekről. A szimmetrikus testeket tartották tökéletesnek. Legtökéletesebb alak síkban a kör, térben a gömb, és úgy gondolták, hogy az égbolt a tökéletes dolgok helye, ezért ott a kör és a gömb alakoknak kell dominálniuk. Ez nagyon sokáig fennmarad, lényegében majd csak az 1600-as évek elején Kepler lesz az, aki ezt megdönti a mérések, a megfigyelésekre való hivatkozással, és látjuk, hogy ez az ókori csillagászatra is nagy hatással van. Vagy hát pitagóreusok, akkor kell a Pitagorasz téterről is szót ejteni. Ugye, ma ezt úgy mondjuk, hogy A négyzet meg B négyzet az egyenlő C négyzet, ha A, B, C egy derékszögű háromszög két befogója, illetve átfogója. Na most, az ókorban nem voltak ilyen formulák, az e-féle formulák a késő középkor termékei. Ezt az ókorban területösszegekkel fogalmazták meg, tehát hogyha egy derékszögű háromszög oldalaira négyzeteket emelünk, akkor a befogókra emelt oldalak területének összege megegyezik az átfogóra emelt, a befogóra emelt négyzetek területösszege megegyezik az átfogóra emelt négyzetnek a területével. Tehát és nem voltak ilyen formulák, ez csak a mai hallgatóság kedvéért írom így ki. Meg kell jegyezni, hogy valójában nem Pitagorasz fedezte föl, Egyiptomban, Kínában, Mezopotámiában ismert volt már ez. Pitagorasz talán csak egy általános bizonyítást adott rá, tehát ennyit tett hozzá, viszont nagyon széles körben fölhasználták ezt. Mindjárt látjuk például az irracionális számok felfedezésénél is szerepet játszik a Pitagorasz tétel. Milyen lehetett Pitagorasz eredeti bizonyítása? Hát, nem tudjuk pontosan. Ez nem maradt fönn. Valami ilyesmi lehetett, hogy ilyen átdarabolási jellegű lehetett a Pitagorasznak a meggondolása, olyasmi lehetett, hogy képzeljünk el egy nagy négyzetet. Ezt a nagy négyzetet egy ilyen ferde belehelyezett, sarkai, az élekig kifutó
négyzettel is felbonthatjuk egy négyzetre, meg négy egybe vágó kis háromszögre, vagy ezt felbonthatjuk ilyen módon két négyzetre, és ugyanilyen négy háromszögre máshogy átrendezve. A területek egyenlőségéből következik némi átszabdalással, meg a felesleges sárga háromszög, derékszögű háromszögek eldobálásával, hogy ennek a sárga háromszögnek a két befogójára emelt négyzetterületösszeg az átfogóra emelt négyzetterületével egyezik meg. Tehát egészen biztos, hogy képleteket nem írtak a görögök, hanem valahogy ilyen átdarabolással bizonyították be, és talán Pitagórasz eredeti bizonyítása efféle gondolatmenetet követett, mint amit ez az ábra sor mutat. Megjegyzés, nem fogom a vizsgán számon kérni, hogy valaki bizonyítsa ezt be, de hogyha valaki azt írja a vizsgán, hogy Pitagórasz azt írta fel, hogy A nézet, meg B nézet, az C nézet, az garantáltan nulla pont. Azt tudni kell, hogy ilyen geometriai átdarabolós bizonyításaik voltak. És még mindig a pitagóreusokról, a számokról, meg a geometriáról. A négyzet számok, amiket ma már úgy ismerünk, hogy n négyzet alakba fölírható számok, de ez a görögöknek geometriai jelentéssel bírt, hogy mintha kavicsokból kiraktak volna egy négyzetet, akkor ez 9, tehát 3x3 az 9, ez volt például a 3-nak a négyzete. De ők használták például a háromszög szám fogalmát, amit egyszerűen megérthetünk ebből az ábrából. Nagyon fontos volt, hogy úgy gondolták a pitagóreusok, hogy van valami rend a természetben, és ezért az összes alakzatnak megpróbálták valamilyen pici egységnek az egész számú többszöröséből kirakni az oldalhosszát. Például egy nagyon nevezetes derékszögű háromszög a 3-4-5 oldalú, 3 a négyzeten, meg 4-en négyzeten, az 5 a négyzeten, akkor ezt a derékszögű háromszöget szépen egy egységből ki tudták rakni. De ha volt egy olyan háromszög, aminek az oldalhosszai 1-2-ed, 7-6-od meg 5-6-od voltak, racionális számok, akkor ilyen legkisebb közös többszörös keresésével, ha 1-6-od egységekből raktak ki, akkor mondjuk a fél egység hosszú az 3 darab 1-6-odból volt kirakva, és a többi nem sorolom föl. Szóval a racionális oldalarányú háromszögek, vagy akármilyen más alakzatok, végül is valamilyen kis elemi egység sokszorosából kirakhatók voltak, és ez az ő gondolkozásukban nagyon fontos szerepet vitt. És ez kapcsolódik az irracionális számok felfedezéséhez, és erre megy ki ez a rész, amiről ez a videó szól. Az volt ugyanis a nagy kérdés, hogy minden mennyiség kifejezhető racionális számokkal? Mert szerették volna, mert azok észszerűek voltak a görögök szemében. Ez a pitagóreusok fejében összekapcsolódott azzal, hogy van-e egy elemi egység, aminek a többszöröseként minden méret előállítható. Illetve végső soron filozófiai szintre víve a dolgot. Számokkal leírható-e a természet? Sikeres-e az az alapelv, amit mondtak a pitagóreusok, hogy a dolgok lényege a szám? Ez volt, ami miatt tanulmányozták ezt a dolgot. És rájöttek, hogy sokkoló módon az első kérdésre nem a válasz. Tehát nem minden mennyiség fejezhető ki racionális számokkal. Be is bizonyították, és ez nagyon lesokkolta őket. Hogyan bizonyították be? Arra jöttek rá, hogy az egység négyzet átlója nem racionális. Lerajzoltam az egység négyzetet, oldalhoz 1-1, mai jelöléseket használok a mai hallgatóság kedvéért, és az a kérdés, hogy az átfogó, az átlója ennek, ami ennek a derékszögű háromszögnek az átfogója, ez a C-hossz valamilyen egész M és egész N hányadosaként előállítható-e valami módon? Ez a kérdés, azért vannak itt kérdőjelek, ez nem nyomdahiba. Van-e olyan M és N egész szám, hogy a hányadosuknak a négyzete 2 legyen?
Ugyanis a Pitagórasz tételből látható, hogy ez az átló olyan, hogy a négyzete az kettő hosszúságú. Még egyszer mondom, ezt én a mai hallgatóság kedvéért használom ilyen jelöléseket, ők ezt ábrákban, meg szövegekben mondták el. Egy olyan indirekt bizonyítást adtak erre a pitagóreusok, amire még a mai ember is első körre megbicsaklik a gondolata, de hogyha néhányszor átfutunk rajta, akkor megértjük. Indirekt bizonyítást adtak erre, tehát feltételezzük, hogy van ilyen MN számpár, és meg fogjuk látni, hogy ellentmondásra jutunk, tehát nem lehet ilyen, mert ha lenne ilyen, akkor valami nagyon nagy gubanc lenne a természetben, önellentmondásra jutnánk. Tegyük fel, hogy van ilyen MN számpár, és ezt az M per N törtet egyszerűsítsük kettővel addig, amíg lehet, tehát az M és az N közül legfeljebb az egyik lehet kettővel osztható. Mert ha mind a kettő kettővel osztható lenne, akkor leegyszerűsítenénk kettővel, 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 és előbb-utóbb valamelyik páratlanná válna, vagy akár mindkettő. Na most, tegyük fel, hogy az M és N közül legfeljebb az egyik kettővel osztható. Na de, ha C egyenlő M per N, akkor a C négyzet, az M négyzet per N négyzet, viszont ez kettővel egyezik meg. Átrendezve, ismét mondom, mai jelölés, két N négyzet egyenlő M négyzet. Nem tűnik veszélyesnek ez az egyenlet, pedig az. Mert ebből a formulából látszik, hogy az M az tuti, hogy páros, mert a bal oldalon páros szám áll, akkor a jobb oldalon is párosnak kell lenni, viszont páratlan nem lehet az M, mert páratlannak a négyzete is páratlan. Tehát M egész biztosan páros. Na de az M négyzet akkor négyjel kell, hogy osztható legyen, mert egy páros számot négyzetre emelünk, akkor az már négyjel is osztható lesz. Na de akkor N is osztható kettővel, mert kétszer valami, az négyjel osztható, akkor az a valami kettővel osztható kell legyen. Na de akkor ezek szerint az M is, meg az N is osztható kettővel. Ez ellentmond a kezdeti megállapításunknak, hogyha van ilyen MN számpár, akkor kell olyan is legyen, ami közül az legfeljebb az egyik osztható kettővel. Ellentmondással jutottunk. Ez az indirekt bizonyításnak az alap sémája. Feltételezzük, hogy vannak ilyen számaink. Ellentmondással jutunk, tehát megállapíthatjuk, hogy az egység négyzet átlója nem írható fel két egész szám hányadosaként. Magyarán irracionális, vagy a görögök, ahogy mondták, alogosz szám. Ez nagyon megrázó volt a görögöknek. Egyes ellenőrizhetetlen legendák szerint volt, aki öngyilkos is lett emiatt. Talán ez túlzás, de az tetten érhető az írásaikban, hogy meginoktak abban a meggyőződésükben, hogy a számok leírnák a természetet. És kicsit elfordultak a számoktól, és inkább a geometriát választották a görögök. Hiszen geometriailag le tudom rajzolni az egység négyzetnek az átlóját. Kicsit hasonlít ez a modern fizika során átélt sokra, amikor például a relativitás elmélet, tanulunk róla később, kiderítette, hogy nem mehetünk gyorsabban, mint a fény, vagy a kvantummechanika az, hogy a természetben szerepet játszik a véletlen. Ez sokakat kiakasztott a 20. században. Hát hasonlóképpen az IE 5. században az irracionális számok felfedetése akasztott ki sok görög filozófust. Ennek az lett az eredménye, hogy a görögök szemében leértékelődik a számításoknak a fontossága, az irracionális mennyiségeket szerkesztéssel, geometriával kezelték, lásd az egység négyzet átlója könnyen megszerkeszthető, és a görögök a geometriára koncentráltak, és abban valami fantasztikus eredményeket értek el, a számítások, abban nem voltak erősek a görögök. De ezt majd a későbbiekben meg fogjuk látni.